Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Kinyitom a Bibliát, a kezemben van egy nyaklánc, és ez a nyaklánc úgy mozdul ki, mint egy inga bizonyos szavaknál. De ezen kívül vannak olyan üzenetek, gondolatok, ami nem tőlem jön, hanem kapom ezeket a gondolatokat, és ez az egész olyan, mint egy üzenet számunkra ebből a forrásból. Hogy milyen üzenetet kapunk, ezt én nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Tehát kíváncsi vagyok. Jelenleg sok a munkád, és úgy érzed, hogy mások uralkodnak feletted. Sőt, valaki hibáztat téged valami miatt, holott ártatlan vagy. Ez nem tesz jót számodra, hiszen te élni szeretnéd a saját életedet. Nem kell másokra hallgatni, hanem hozz te saját magad döntéseket. Megvan ahhoz az erőd, hogy elérd a céljaidat. Te vagy a király, vagy a királynő a saját életed felett. Éld a jelent, mert az a tiéd. Uralkodj a napod felett, hiszen a nap az ad erőt számodra. Ez olyan, mint egy szerződés közted és az idő, tehát a nap között.
Ha itt saját magad menni tudsz, akkor így alakul ki a sorsod, a sors utad. És ez volt az üzenet a Bibliából, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!